Mehetünk tovább. Elvileg, balra. Enough! I've had enough! Gondoltam volna. Enough! I've had enough! Mhm. Inkább gyere ide. Nem akarok bemenni a mocsárba fölöslegesen. Nagy. Inkább visszanyom az árgyalet. Lehet, hogy azt fogom majd nyomogatni. Nagyapu. Miért mész el annyira messzire? De aggódjál már annyira. A legnagyobb hülyeség, amit csinálhatsz, hogy elfutsz. Aztán valami dög, elkapom a csárba, akkor majd nézeget. Jó, befejezheted, mert már hallottam már párszor. Ú, banyakányom vagytok. De látjátok, a létszámotok az, az nem fontos. Na jó, tudom mit? Aludjál el? Sok lesz belőled, hogy dög. Szegény kutyus meghalt. Megölték ezek a dögök. Pedig csak kíváncsi volt. Ha jól láttam, akkor megölték ezek a szemetek. Szegény kutyus. Na. Van még valahol valami cucc? Semmi. Jó, akkor mehetünk szépen tovább. Az mi volt? Hollószem. Hát ez kell. Ebben is jó kis dolgok vannak. Jössz, jössz öreg, jössz. Jó van, gyere csak. Hunyor? Mi ez? Gevart obeliszk. Na megjöttünk. Here we are. Thank you, son. I'm not your son. I like you. Visit me sometime. I'll show you my books, serve you some tea, and goulash. You're a witcher, yes? I'm another of your kind recently, but he lacked courtesy. He demanded to know about the Circle of Elements. Mm-hmm. Another witcher? What can you tell me about him? Well, not much, son. He wandered about asking questions, and looking like one with a sour stomach. I'm not so interested in that. Yeah, I know, I know. He feared something, or someone. Spent most of his time near the pits, where those village idiots burrow in clay. Thanks, Gramps. That helps. Jó. Megvolt a zarándoklat. Three women. This reminds me of something. There's an altar at the base. Mhm. Ide majd lehet rakni cuccost. És... elvileg tudok teleportani Carsonnek a laboratóriumába. Teljesen jó. Majd. Na nézzük csak, ha már itt vagyok. Azt a mindenit. Nadáj. Meg ott is. Oké, azoknak a közelébe egyelőre nem megyünk. The obelisk seems ancient. Pity I don't understand these runes. Be tudom tenni valamelyik a szefirát? Nem, mert pont ennek a szefirának nincs meg a... tehát pont ennek az obelisknek nincs meg a szefirája. Na nézzük csak, ha már itt vagyunk a mocsárban. Nagyapó háza, igen. Agyag gödrök. Ja. Szépen megyünk tovább. És túlélünk. Úgyhogy lett volna valami mozgás. Aha, ott van is valami mozgás. Egy kardot elő. Ott meg van tűz. Ó, banyag. Gyertek! Hát, szép tánc volt. Szegények. Nem tudták, mire vállalkoznak.
Nem tudták, hogy mi vagyunk Révjai Geralt. A híres szörnyvadász. Annyira híres, hogy ők nem hallottak rólunk. Siegfried. De hát meg kell majd keresni, hogy megkapjuk a jutalmat. Jó. Nem baj, ott még megyek tovább. Most hát mennék tovább, hogyha nem lenne itt egy kollega. Gyere csak ide! Gyere közelebb! Úgy. Nem akarok bebugolódni a fába. Jó. Jó, te ott szépen maradjál nyugodtan. Nézzünk körbe. Itt van egy barlangbejárat. De nem megyek be. Ó, szevasz! Téged kerestelek. Úgyni. Szurbozótoknak a cucca is kell elvileg. Milyen szurbozó gyökér? Meg is kell néznem azt a küldetést. Vérszomjas növény a szurbozótokról. Össze kell gyűjtenem a kertésznek 3 szurbozó gyökértörzset. Jó van, akkor még 2 kell. Hol vagyunk? Aha. Elvileg ide már nem tudok menni, mert a játék nem fog tovább engedni. Megnézzük, mi a maximális. Aha, jó, itt már nem tudok tovább menni. Itt van a határ. Vízbe fut. Te mit csinálsz ott? Egyedül. Ó, hogy itt vannak a haverjaid, oké. Így már mindent értek. Ez egy csapda volt. Na gyertek. Ha már itt szépen összegyűltetek egy csoportképre. Na. Geralt, pörögj már be egy kicsit. Na jó. Aludjatok el? Te is. Meg mindjárt a haverod is. Úgyni. Jó sokan vannak itt. Jó sok időbe fog telni, mire az egész mocsarat úgymond kiírtam. Na hát muszáj. Gyere! Hogy? Aludj el szépen. Közben figyelek hátra is. Hát, ha kapok egy nem kívánatos szemét. Vagy dögöt. Úgyis kell egy csomó nyúszható tárgy. Na gyere! No, így sokkal gyorsabb. Mindegyes vízbe futra rá fogok nyomni egy árgyelet. Mert is sokkal gyorsabban tudom őket kiirtani. Na. Ó! Oh. Hallottalak ám. Ó, oh, hogy ketten vagytok? Hát erről nem volt szó. Nem baj. Szépen lekaszabollak. Téged is. Nem bűsz várni a sorodra. És hogyha ez a kettő dobja azt a 2 darab dolgot, amire szükségem van, akkor az a küldetés is megvan. Ne is meg is van? Kertésznek vagy utalmamért majd el kell mennem. Na nézzük csak itt errefele mi a helyzet. Akkor jól tudom, akkor itt a mocsárban is vannak farkasok, amiket szintén ugye meg kell nyúznom. Hollószem. Ó, oh, favágók tisztása. Favágó. Hello? Semmi? Jó, semmi. Megtanulom a favágóknak a fő muksiát. Jaren Bolt. I could drink. Jaren Bolt. Favágó. Tábortűz, igen. 5000 ewes in 3 months. Jó, akkor Jaren Bolttal kell beszélnem. Hello. Üdv. Who are you? Geralt the Witcher, a friend. And we'll see. And you? Jaren. I speak for the lumberjacks. Can we talk? Speak. Na. Akkor alulról megyünk fölfele. Are you responsible for the logging? No, we scare off woodpeckers. Of course we're responsible, we're lumberjacks.
Work for yourselves or someone else? We're independent, though we secure orders from merchants like Luvarden. We get weeks of work and a decent return. Mm-hmm. Get along with the locals? Nothing but a bunch of deviants. The brickmakers babble about their lords and the underwater world, and the druids don't like the trees being felled. Mm-hmm. Was there another witcher here before me? Berengar? Some witcher. He accepted a job, then disappeared. Know what's going on with him? No. But someone asked about him days later. We weren't the only ones he escaped. Érdekes. Gyere csak ide vissza. Speak. Igen. Was there another witcher? Nem ezt akartam. No. Fölsőt akartam. Speak. Any jobs for a witcher? Despite the danger, the beasts leave us alone. So nothing? Perhaps. For someone willing to take a risk. I'm listening. But the Begetic plant should be blooming in the swamp. I understand it's valuable. The drug it makes is. Collect some blossoms and we could both earn a little. I wade through mud, face danger, then we split the profit. You don't know what Begetic looks like, nor where to sell it. Oh, yeah, okay. Let's play herbalist. Great. Begetic blossoms look like red orchids. Clumps grow throughout the swamp. Sell them to the ferryman. Ask those living in the swamp if you can't find any. I'll deliver the flowers to the ferryman as soon as I find them. Jó. Talán nem kell 5 farkasfog virágot, azt el kell vinnem őket a kikötőben lévő révésznek. Speak. Jó, ezt nem. Are you responsible for... No, we... Jó, erről ma beszéltünk. Work for you. We're independent. Jó. Don't you fear working in such a dangerous area? These men need the gold, so they take the risk. You can't have pork if you don't kill the piglet. Do these trees have special value? The remains of a primeval forest. Rare species. They make excellent wainscoting. You the chief lumberjack? Yes. Without me, these lazy lights wouldn't know when to piss. Him with a moustache. No matter what I do, he still pisses in his boots. I see you keep a tight rein. With danger around, you need discipline. I rule with an iron fist, so they can return home safely. Most will. No. Godspeed. Akkor ennyi. Farkasfogat kell akkor még itt összeszerválnom. Valahonnan. Az hunyor, de semmi gond, mert az is kell. Mindegyes növényt megpróbálok összeszedni. Hiszen mindegyes növényre szinte szükségem van. Hogy majd tudjak főzeteket készíteni. Majd. Hol vagyunk? Venhan obeliszk. Van nekem olyan? Szefiram. Kverat. Tehát olyan volt? Nem. Mert itt a leoltára. Ájjjj, hogy pont... De, Kverat. Az egy barlang, igen. Tisztás. Kverat obeliszk. Megnézem azt az obeliszket. Hát, már megvan hozzá a Szefira. Csak nem figyeltem oda. Aha! Vera Sephira. Sephira and Obelisk merged. The old spells still work. Oké. Okay. Az obelisk, ez megvan. És el is tűnt a térképről? El is tűnt a térképről. És az összes többi megjelent. Isten királyság. Na. Hol fogok én találni itt farkasfogat? Nem tetszik nekem ez a hely. Nagyon nem tetszik. Túl csöndes. Túl kihalt. Túl szomorú. Ó, oh, hollószem. Nem farkasfog, hanem hollószem. Huge trees, strange symbols, tamed beasts, even a dryad. This must be the druid's grove. Viven. Szia. Druida. Druida. Hollószem. Jévin! Egy öreg druidát kell majd keresnem.
Nem kívánatos erőköre. Welcome to the Druid's Grove, traveler. Greetings. Marvelous place. I come here when I need to think, and the peacefulness helps clear my mind. Even a witcher is welcome here. One more word about my accepting my otherness and finding the home I never had, and I'll cry like a baby. Sarcasm only serves to expose your inhibitions. Ooh, an elven psychoanalyst. I spent decades among humans. I find your kind as complicated as the schematics of a flail. Decades? Live that long among humans, you're bound to become more like them than you ever wanted to be. Are you speaking from experience, Monster Slayer? A sharp wit. I'm Geralt. My name's Yavin. Let's talk. Yes. No. Mit tudsz a tündékről? What can you tell me about your kind? What makes you elves tick? Let us pray beneath the trees, for the trampled heather, for blood that has been shed, for fate that has been destroyed. I'm not sure I'm understanding this. For death inflicted by sword, for the pain of others and our own. Jó, Berengar. Has another witcher been here, Berengar? Indeed he has. He was interested in the tower's history, in legends. He scarcely seemed the intellectual, so another must have sent him. Well, he's disappeared. Any idea where he might be? Sadly, no. But your kind often meet a sudden end. Végülis van benne valami. I'm looking for witcher's work. Then I'll ask you a favor. I need a letter delivered to Vizima, where I'm not welcome. As a witcher, you should find little difficulty tending to monsters on the way and avoiding trouble with the guards at the city gates. Who's the letter to? I'd be obliged if you could deliver it to Vivaldi, a dwarf living in town, and then return his reply to me. Megteszik. I'll do it. I'm going to Vizima anyway. Thank you. Ez is XP-t ad nekem. Van az a híres mondás, srácok, ami nem öl meg, az XP-t ad, tapasztalati pontot ad. Nem kívánatos erőköre. Hirden! Megtanultad a Hirdejelet. Ez egy mágikus csapda, mely lassítja az ellenfeleid. Válasz ki a jelet a képernyő bal oldalán. Igen, na igen, a Hirdejel. Nem hiszem, hogy sokszor fogom én ezt alkalmazni. Farkas, farkas, csak kell, hogy ezeket nem ölhetem meg. Mert ezek békések. Van itt még egy, ott van. Egy druida nő, akivel lehet beszélgetni. Gwynblade. Gwynblade. What's that mean? White Wolf. You know me? Your name precedes you. You may know more than me. I remember nothing of my past. Some things are better forgotten. Nevertheless, I do feel sorry for you. Can you help? Sadly, no. Perhaps my sisters from Broccolon could help, but they are far away. What are you doing here? Tis a secret. Though I'm taking the chance to visit this grove of old, beautiful trees. Yeah. Tell me about Broccolon. Broccolon is the Dryad homeland, a wilderness untouched by humans. Those surrounding Broccolon wish to claim our forests, and thus humans and Dryads fight continuously along the borders. Who is winning? Our archers are matchless. But how long can we resist the brute force that rendered humans the world's rulers? A szövetségre léptek a törpékkel és a tündékkel a szabadságért. Why don't you reach a compromise with the humans? Ha! You treat concessions as weaknesses and believe acts of goodwill are traps. You will never accept our otherness. Tudom, hogy izé mást olvastam fel és más választottam. Direkt volt. Na! Az életetekről mesélj. Tell me about your lives. Broccolon is our home, Ithlin our lady. We live in harmony with the forest, flowing through the thickets and knowing the forest's secrets. Are you happy? Like humans, we have joys and sorrows, though our end is near. The war with the humans continues, and our numbers diminish. Tell me about Broccolon.
Broccolan is the dryad homeland. Who is what? Our art. Beszélt, csak ugye annyi a lényeg, hogy ezt erre rá akarok gyomni. So you agree with the elves and dwarves fighting for independence? Those children? They have long forgotten the struggle's meaning, craving blood and revenge, having only contempt for humans. They fail to see they begin to resemble the humans themselves. We merely defend our home, Gwynblade, and have no ambition of driving humans into the sea. Hát igen, ezért szeretem jobban a driádokat, mint a másfajú tünde idiótákat. Mert ők csak, a driádok csak védekeznek, de nem akarják az életet kiontani. Ellenben ezekkel a megtévesztett tündékkel, akik már szabadságharcosoknak hiszik magukat. Na jó, köszönjük szépen. Farewell.